Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. 119. Zsoltárunk első versét énekeljük el fennállva, 119. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok, kik igazsággal járnak életükben. 119. Zsoltárunk első versét énekeljük. Foglalva a 444. dicséretet keressük meg. 444. dicséretünk a ritkábban énekelt dicséretek közé tartozik, azonban 7 rövid és gyönyörű versszakát fogjuk ma énekelni, úgyhogy az a reménység, hogy kiki megbátorodik az éneklésre majd. Először meghallgatjuk magát az egész énekdallamot, azután pedig elénekeljük a 444. dicséretünket az első 7 versszakával. Az egyházi évnek ez az időszaka, karácsony és a böjt közötti időszak, ugye az Epifániának az időszaka, és éppen ezért ilyenkor a Krisztus dicsősége, az ő jelenlétének, megjelenésének a dicsősége, az egy fő témája az igehirdetéseknek, ígéről való gondolkodásnak a régi egyházi rend szerint, már mint a reformáció kora és az azelőtti időszak szerint, úgyhogy erre tekintettel dicsérjük az Istennek fiát, mint a szép szűznek áldott szent magzatját, ugye egy karácsonyi témakör ez. 444. dicséretünk első 7 versét énekeljük tehát.
dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint megírva található Mózes 4. könyvében, a 17. fejezetben, a 16-tól a 26. versig terjedő szakaszban. Tehát Mózes 4. könyvéből, a 17. fejezetből, a 16-tól a 26. versig terjedő szakaszt olvasom. Leülve nyitott szívvel hallgassa meg a gyülekezet. Az a történet, amelyben Isten kifejezi, hogy Áront választott a főpapul. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: szólj Izrael fiaihoz, és védj egy-egy vesszőt nagy családjaik minden fejedelmétől, összesen 12 vesszőt. Mindegyiknek a nevét írd föl a maga vesszejére. Áron nevét a Lévi vesszejére írd, mert mindegyik vessző egy-egy nagy család fejéjé. Azután tedd le azokat a kijelentés sátrában a bizonyság elé, ahol kijelentem magam nektek. Annak a férfinak a vesszeje, akit kiválasztok, ki fog hajtani. Így csendesítem le Izrael fiainak a zúgolódását, akik zúgolódtak ellenetek. Elmondta ezt Mózes Izrael fiainak, és minden fejedelem átadott neki egy-egy vesszőt. Nagy családonként egy fejedelemre egy vessző jutott, összesen 12 vessző. Áron vesszeje is ott volt a vesszők között. Mózes letette a vesszőket az Úr színe elé a bizonyság sátrába. Amikor másnap Mózes bement a bizonyság sátrába, látta, hogy a Lévi házából való Áron vesszeje kihajtott, bimbót fakasztott, virágot növelt, és beérett rajta a mandula. Ekkor Mózes kihozott minden vesszőt az Úr színe elől Izrael fiaihoz. Megnézték, és mindegyik elvitte a maga vesszejét. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: vidd vissza Áron vesszejét megőrzésre a bizonyság elé, jelként a lázadóknak, és vess véget zúgolódásuknak, hogy meg ne halljanak. Mózes eszerint járt el, úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. Az Úr áldása legyen az igén és az annak hallgatóságán és annak befogadásán. Jöjjetek, hívjuk imádságban segítségül a mi élő Istenünket. Kegyelmes Urunk, örökkévaló Atyánk, aki csodáknak a fejedelme is vagy, köszönjük ezt a gyönyörű igét, amelyben olyan csodálatosan van leírva a Te mindenek fölött átívelő hatalmad. Hogy hogyan is lehetséges egyetlen éjszaka alatt a mandulának a gyümölcsözésig eljutnia. Köszönjük, hogy ez az ige maga a tökéletes igazság, hiszen számodra, aki ezt az egész világot szavaddal teremtetted, igazán apróság ezt a csodát megtenni. És íme ilyen csodával indítottad el a tieidet, hogy megszűnjön az ellenük való zúgolódás, hogy világos és egyértelmű legyen, hogy az egyház sem az Ószövetségben, sem pedig most nem egy emberi közösség, nem valami olyasmi, ahol a főkolompost együtt kiválasztjuk, hanem valami olyasmi, ami a tiéd, és te vagy az egésznek a feje. És te vagy az, aki tisztségekre, szerepekre elhívsz, és te vagy az, aki ehhez megadod a szükséges erőforrást és alkalmasságot. Köszönjük neked, mi is egy új presbitériummal indulhatunk ebben az új esztendőben. Végtelen hálával köszönjük neked azoknak a testvéreknek a jóságát, akik a tegnapi kérés követően a mai napon már itt voltak, hogy közös imádság után tudjunk együtt, közösen idejönni az Isten tiszteletre, hiszen te választottál ki bennünket arra, hogy ennek a gyülekezetnek szolgálattevői legyünk, kiki a maga tisztsége és képessége szerint. Boldogok vagyunk, hogy így imádságos, közös imádságos szívvel járulhattunk eléd. Boldog az a gyülekezet, amelynek imádkozó presbitériuma van. Könyörögve kérünk, jó Atyánk, hallgass meg azt az imádságot, és hallgass meg egyéni imáinkat, és ezt a mostani közös imádságot is. Rád van vágyódásunk, érted vagyunk itt. Könyörögve kérünk, add, hogy a mi hitünk általad erősödhessen, hogy valóban veled tudjunk találkozni. Ámen.
énekelt imádság a 449. dicséretnek az első verse. 449. énekünk első verse, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mehetnek, a parókia verandáján feleségem várja már őket, mi pedig a 449. dicséret első versével imádkozzunk. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Amellyel Urunk a szívünket keresi, az első korintusi levél első fejezetében van megírva, a 26-tól a 31. versig terjedő szakaszban. Az első korintusi levél első részére 26-tól a 31. verséig terjedő szakaszát olvasom. Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvérei. Nem sokan vannak közöttetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, amikor elindulunk valahová, azt nyilván több döntés is megelőzi. Éppen így volt ez a mai istentisztelettel kapcsolatban is. Először is el kellett dönteni, hogy vasárnap van, szól a harang, itt szeretnénk lenni. Aztán reggel ugye fel kellett ehhez kelni, hogy egyáltalán halljuk a harangszót. Fel kellett öltözni, elkészülni, elindulni és bejönni ide a templomba. Mire ideértünk, sok-sok döntést hoztunk, és így van ez minden vasárnap. Hát ezek után persze nagyon könnyű úgy érezni, minthogyha az Isten tiszteleti jelenléttel tulajdonképpen csak nekünk lenne dolgunk. És mi tennénk jót az Istennek, hogy itt vagyunk, és nem bárhol másutt? Hiszen döntések egész sorozata, a mi döntéseink vezettek oda, hogy most itt vagyunk, és nem bárhol másutt. Azzal, hogy sorozatban legyőztük a saját eltérítő gondolatainkat, hogy nem tudott megakadályozni fáradtság, hideg, vagy éppen megoldásra váró félbehagyott feladatok, tulajdonképpen a mi döntéseink tették ezt, ezáltal volt ez lehetséges, hogy ide tudtuk szánni ezt az órácskát. Egész biztos, hogy ilyen döntések nélkül egyikünk sem lenne itt, és ezek valóban a mi döntéseink, tehát tény és való, hogy ez mind hozzájárult ahhoz, hogy most itt lehetünk. De hadd irányítsa az Isten igéje magunkról őrá most egy még fontosabb dologra a figyelmet. Hogy a mi összes döntésünket, amelyek következtében itt vagyunk most az Isten tiszteleten, megelőzte az Isten kegyelme. Megelőzte az Isten elhívása, amellyel gyülekezetet hozott létre, és gyülekezetet tart fenn itt közöttünk. És rendszeresen összegyűjt bennünket, például ezen a mai vasárnapon is. Pál így kezdte a mai igét, amelyben a gyülekezet rendje és az Isten gondolkodása áll majd előttünk. Nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim.
Ez az év elején már is egy mindörökre megjegyzendő üzenet. Nézz az elhívásodra. Ne feledd el, hogy ha valóban hiszel, ha valóban bízol az Úr Jézusban, akkor az nem tőled van. Nem a te döntésed csupán, hanem az Isten személyesen hozzád szóló döntésére adott emberi válasz. Egy helyes válasz. Nézd tehát újra és újra a saját elhívásodra, arra, hogy ez az Istentől ered. Nézd egyházunk, egész kereszténységünk Istentől való elhívására. Ezzel szemben, ha mégis saját tetteidet tartod észben, akkor könnyen leszel saját magadra büszke. Úgy, mintha az Istennek igazán semmi szerepe sem lenne abban, hogy te itt vagy, hogy hiszel benne. Pedig hát neki van ebben döntő szerepe. Erre egyébként minden egyes gyülekezetnek a hétköznapi élete is folyton emlékeztet bennünket, hiszen ezt is jó, ha megjegyezzük, hogy a gyülekezet annak ellenére létezik és marad fenn, hogy mi mindannyian bűnös emberek vagyunk. Nem tőlünk marad fenn. Az első pontunknak az a címe, hogy Isten bárkit meghívhat a családjába. Még olyanokat is, akikről ez a világ a legszívesebben elfeledkezne. Az emberi társadalom, akár még a család is, az érdemek által elérhető előnyökre épül. Ha az ember rájön egy-egy kapunak a nyitjára, akkor esélyt szerez arra, hogy tovább tudjon lépni. Már az óvodások is rangsorolják egymást a maguk sajátos szempontjai szerint. Aztán a kamaszok versengéséről és a felnőttkori kiszorítósdiról meg már ne is szóljunk. De hiába tűnik úgy ezek után, hogy mindenki a maga szerencséjének a kovácsa, hogy mindenki azt érje el, amit magának összekapargat. Mert a valóságban a befektetett munka és a szorgalom nagyon sokszor nem térül meg. A sikereket ugyanis nem csupán ezek a dolgok befolyásolják. Nagyon-nagyon sok az egyének által befolyásolhatatlan körülmény is. Így aztán, aki sikeres életet él, annak a mások sorsának az iriglése helyett a félelem lesz a fő érzése. Vajon meddig tudom fenntartani a jelenlegi helyzetet? Vajon mikor jön valaki, aki nálam is felkészültebb, vagy éppen dörzsöltebb trónkövetelő, és akkor majd elveszi tőlem a sikeres folytatás lehetőségét? A folyamatos teljesítménykényszer, a mások lenézése, a magammal való elégedetlenség, vagy épp a folyamatos veszélyérzet, ezek mind rettentően megviselik az embert. Milyen jó, hogy az élő Isten másképpen gondolkodik, mint mi. Ő éppen azoknak akar lehetőséget adni, akik bármilyen rajtuk álló vagy tőlük független ok miatt ebben a világban sikertelenek, jelentéktelenek. Az egész kijelentésen végig vonuló üzenet ám ez. Isten nem azokat választja, akiket az emberek tartanak jónak, akiket ők választanának. Megjelenik ez a jellemző már a Biblia elején a később meggyilkolt Ábel áldozatának az Isten általi elfogadásában. Vagy éppen abban, hogy a gyermektelen Ábrahámot teszi az Isten nagy néppé. És ez egy csoda, nyilván. Aztán megjelenik a virágzó nagyhatalmak között élő apró Izraelnek a szövetségben való megtartásában. De ott van a pusztába menekült beszédhibás Mózes elhívásában, vagy az apja által is elfelejtett ifjú Dávid királlyá választásában, aki ráadásul az emberi szempontok szerint éppen királynak való, de mégis elbukó Sault váltotta a trónon. Jákob családját, és az egész választott népet éppen a testvérei által rabszolgának eladott József mentette meg. Elkánának Anna, a sokáig gyermektelen feleség szülte meg az Isten embereként híressé vált Sámuelt. És tulajdonképpen ugyanez a választás jellemezte az Úr Jézus földi életét is, hiszen tanítványai között nincsenek arisztokraták, tudósok, tehetős emberek. Hát még a vámszedő Lévi is azzal kezdi Jézus követését, hogy ott hagyja a vámszedő asztalt, amiből pénze lehetett volna. Abban a pillanatban ő egy nincstelen senki, mikor feláll onnan. Íme Jézus is éppen azokat hívja, akiknek arra van szükségük, hogy valaki végre felemelje, felkarolja őket.
Isten kiválasztói szempontjai egyáltalán nem esnek egybe az embervilág elismeréseit kivívó jellemzőkkel. Aki a világban mellőzött, elfeledett, jelentéktelen, akár elbukott és megvetett, ennek ellenére számíthat az Isten érdeklődésére és szeretetére. Ha mondjuk a szilveszteri mérleg készítéskor úgy érezted, hogy az elmúlt esztendőd nem úgy alakult, ahogy szeretted volna, hadd hirdessem itt az év elején az örömhírt. Az Isten nem a teljesítményedet értékeli. Úgy szeret, ahogyan vagy. Így akar segíteni, hogy vele együtt meg tud haladni a saját korlátaidat. Így vezet más új lehetőségekhez. Akiről a világ esetleg lemondana, aki a fizetés emelésnél vagy az előléptetésnél sosem jut a vezetőség eszébe, az Isten azt is számon tartja. A Krisztussal való élő kapcsolat egyik hatalmas ajándéka, hogy egy Istentől való új, felszabadító és szeretetteljes szemléletet ad nekünk. Isten nem azért szeret, hogy teljesíts, hanem kezdettől fogva teljes szívvel szeret, mégpedig azért, hogy az ő szeretetét átéld, és így megszabadulj a félelmek, a kényszerek hatásától. Az igazi célokat lehet ebben a felszabadultságban meglátni, ilyen az örök élet, a Krisztussal való kapcsolat, és mindaz, ami ezeket elősegíti. A Krisztus gyermeke megszabadul a felesleges hatalmi és anyagi harcoktól, az ezek miatti aggódástól és elégedetlenségtől, mert ő egy szeretett ember, és mint ilyen önmagával és a világgal kibékülve figyelhet az igazán fontos dolgokra, arra az Istenre, aki szeretetével kitüntette, kiválasztotta, aki mindenek ellenére ragaszkodik személyesen ő hozzá, most és mind örökké. Második pont az elhívottak közösségében, Isten áll a középen. Fontos következmény, hogy aki saját magát, az Isten megváltott, szeretett, befogadott családtagjának látja, annak az összes többi emberre onnantól ugyan ezzel a szemmel kell tekintenie. Az nem megy, hogy engem az Isten mindig szeressen, de én csak azokat szeretem, akiket méltónak tartok erre. Pál is azért hangsúlyozza, hogy a korintusiak nézzenek végig magukon, és lássák meg az Isten kegyelmének a valóságát, hogy egyszer és mindenkorra hagyjanak fel egymás méregetésével, azzal, hogy besorolják, hogy osztályozzák egymást. Jézus Krisztusban nem számítanak az adottságaink és a teljesítményeink, hiszen Krisztust úgysem érjük utol soha. Ráadásul a békét és a szeretetteljes örökboldogságot egyedül a Jézus életműve biztosítja. A kereszt, halál, a feltámadás és a mennybe menete. Ami tőlünk telik, az biztos, hogy semmit nem tesz hozzá Krisztus teljesítményéhez. Hát éppen ezért nem szabad és nem is kell ennek szellemében gondolkodni magunkról, vagy bárki másról. Váljunk szabaddá arra, hogy Isten szeretetével nézzük az összes többi embert is, és ne csak magunkat. Ne azt nézzük, hogy most éppen milyen a mi testvérünk a gyülekezetben, hanem azt, amit Isten, hogy ő vele együtt mivé válhat. Jézus Krisztus összeköt mindnyájunkat, akik benne hiszünk. Ennek erősebbnek és meghatározóbbnak kell lennie a meglévő emberi, műveltségi, habitusbeli vagy anyagi különbségek hatásánál. Ennek elhívó Urunk természete az oka. A mi Istenünk nem akar versengést támasztani, ilyen másokat kiszorító, leköröző versengést támasztani az övéi között. Éppen ellenkezőleg. Szeretetet, egységet és összefogást szeretne munkálni az emberek között. A teljesítmény elvű gondolkodásnak az a hatalmas hibája, hogy ez a gondolkodás mindig részrehajló. Akit a világ elismer, az könnyen értékeli túl önmagát, mindenki más pedig magánál lejjebb. Az emberben természet szerint meglévő önzést, ez a versengés, ez a teljesítmény elvű gondolkodás csak tovább erősíti.
Tehát az Istennek meg pont az a szándéka, hogy az ön szeretetből kiemelje az övéit. Friss élmény egész egyházunkban a presbiteri tisztújítás. Ahány közösség, sőt ahány család és ahány ember, mindenki másként élte meg az elmúlt hónapokat. A választások véget érte után, én ezt már nagyon vártam, az idő végre ismét a csendes munkáé, ami épít. Milyen csodálatos, hogy nálunk ez a választás nem csapott át versengésbe, küzdelembe. Ez egy nagyon nagy dolog, és én nagyon örülök neki. Viszont a jövőre nézve is meg kell szívelni a mai ige üzenetét. A gyülekezetnek, Krisztus családjának a tagjai a családfőre, Krisztusra kell, hogy hasonlítsanak. A gyülekezet legyen az a hely, ahol nem érdemekért tartjuk számon egymást. Ahol nem kell senkinek ferde, lesajnáló tekintetekkel találkoznia. Ugyanis itt mindenki az Isten kegyelmének a megajándékozottja. És mindannyian, akik itt vagyunk, mindannyian rászorulunk az Isten kegyelmére. Nincs kivétel és nincs különbség. Éppen ezért nem szabad egymást úgy méregetni, mintha mások nálunk jobban rá lennének utalva az Isten kegyelmére. Református hitelveink szerint, na ez egy igazán életidegen hitelv, de attól még így van, a mi egyházunkban nincsen helye fölé alárendeltségnek, hierarchiának, hanem Jézus Krisztus a fő, mi pedig mindannyian, mint az ő testének tagjai, szeretetteljes testvéri együtt munkálkodásra kapunk elhívást. És a szolgálatok, feladatok elosztásában Krisztus a fő az, akiben megegyezünk, és akitől mindnyájan megkapjuk és elfogadjuk a magunk helyét. Az eredményes szolgálat megköveteli nyilván, hogy a tennivalókat és a felelősséget megosszák a gyülekezetekben. Hát pontosan ezért olvastam Áron veszélyének a megvirágozásáról, itt van az a hely, ahol erre utalnunk kell. Mózest és Áront az Isten jelölte ki arra, hogy Izrael népét vezessék. A népnek a tagjai persze emberileg gondolkodtak, és hát ilyesmit gondoltak ők is. Hát mivel különbek ők, mint mi, miért nem én vagyok a vezető, meg a szolga? És akkor fellázadtak. Pedig hát Mózes és Áron nem kereste egyáltalán ezt a hatalmat, Mózes kifejezetten vissza is utasította. Köszönöm, én meglennék itt a pusztában, menjen valaki más. Csak hát nem volt ott senki más. A nép mégis úgy tekintett Mózesre és Áronra, mintha ők emelnék magukat a többiek fölé. Viszont az Isten ezzel a csodával, az egy éjszaka alatt kivirágzó, sőt termő mandula vesszővel megmutatta, hogy az ő döntése az, hogy legyenek vezetők az Isten egyházában, és hogy ezeket a vezetőket ő fogja kijelölni. Isten mondja meg, hogy ki legyen az ő embere a közösség építésére. Én hiszem, hogy Krisztus közöttünk is azért jelölte ki a megválasztott tisztségviselőket, ugye református egyházunkban presbitereket, lelkipásztorokat, megyei és egyházkerületi és zsinati vezetőket választunk. Szóval azért választotta ki az Isten ezeket a szolgálattevőket, hogy rajtunk keresztül építse a közösséget. És mi presbiterek és lelkészek nem magunkért vagyunk, ez nem rólunk szól, hanem azért vagyunk, hogy a közösség épülhessen. Harmadik pontunk. Isten munkája, hogy Krisztus Jézusban vagyunk, és nem a miénk. Pál azt írja, hogy az Úr munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Krisztusban lenni, ez a bibliai kifejezés azt jelenti, hogy egységben, hogy állandó szeretet kapcsolatban vagyok az Úr Jézussal. Ebben az életközösségben olyan jeleket mutatok, és úgy viselkedem, ahogyan azt Krisztustól tanulom. Hiszen az embert meghatározza az, akivel sok időt tölt együtt. Akinek odafigyel a viselkedésére, a döntéseire, fiatalok közt úgy szoktuk mondani, hogy az, hogy ki a példaképed, az nagyon meghatároz. Az apostol az elhívás és a hit isteni eredetére utal, tehát vissza. Nem szabad úgy gondolni magamra, a hitemre, az egész gyülekezetre, mint aminek én vagy másik embertársam lenne a kitalálója. Hiszen mindezek az én hitem és a közösségem is, Istentől eredő, az ő döntése által megvalósuló dolgok. Ne gondolj bele, mire jut az ember akkor, ha olyan magabiztos, hogy még az Istennek is ő akarja megmondani, hogy milyen legyen, hogy mit tegyen. De fura is ez. A mai ember szeret úgy gondolni önmagára, mint aki az életét az utolsó pillanatig
teljes erővel és tudatossággal uralja. Mivel azonban ez egyáltalán nem lehetséges, megtámadja a mai embert a szorongás, a depresszió, a magány. Pedig Istentől igazán elfogadhatnánk a segítséget, és akkor már nem lennénk magányosak és elárultak. Isten ugyanis szeretetből akar nekünk segíteni. A mi érdekünkben ő tényleg semmit nem vár ezért cserébe. Ez az ő egyéni döntése. Egyáltalán nem szégyen elismerni, hogy rászorulok az Isten segítségére. Nem szégyen elismerni, hogy a legjobb döntéseimet ebben az életben mindig megelőzte az Isten szeretetteljes döntése. Mindig azt tette lehetővé, hogy ami nekem jó, az megvalósuljon. Hogy az Isten így döntött, hogy az legyen valóság az én életemben. Ettől nem kisebb az én szerepem, és nem kisebb a szabadságom sem, hanem éppen, hogy nagyobb. Na, ezt se érti a világ. De hadd magyarázzam el, hogy mi értsük. Gondolj bele, mi a jobb, ha egy számodra teljesen idegen városban bármerre mehetsz, amerre csak akarsz. Vagy ha van egy olyan vezető, aki azt a város tökéletesen ismeri, és oda vezet a látnivalókhoz, és így semmiféle látványosságról nem maradok le, ami érdekel és fontos nekem. A bölcsember elfogadja a szükséges segítséget attól, aki valóban tud segíteni. A szabadság a téveigésre, a szabadság a rossznak a megtételére egyáltalán nem érték önmagában. Tereme bármiféle hasznot. Ha az Istent elkerülve, eltévedve bolyongok az élet útvesztőiben. Pál apostol szavai kiózanítólag hatnak ránk. Ne tulajdonítsunk magunknak olyan tudást és képességet, amelyen soha egyetlen ember sem rendelkezett. Krisztusban csak úgy élhetek, ha Isten megajándékoz vele. Az egyetlen helyes döntés, amit viszont nekem kell meghozni, az az, ha elfogadom az ajándékot tőle, úgy, ahogyan ő adja. Krisztus tette nekünk az Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltássá. Mindezekre ugyanis szüksége van az embernek ahhoz, hogy üdvözülhessen. Mindezek Jézus Krisztusban vannak meg, és ő általa lesznek a mieink. Krisztus nélkül azonban ezeket soha egyetlen ember sem érheti el. Be kell hát látni, hogy az üdvösség Biblia által kínált útja az nem emberi cselekedeteken és nem érdemeken át vezet, hanem egy élő személlyel a Jézus Krisztussal megélt szeretet kapcsolat pillanatain át. Az üdvösségem útja a Jézussal megélt szeretet kapcsolat. Aki vele él, aki ő hozzá tartozik, annak van része a mennyei bölcsességben, az igazságban, a szentségben és a megváltottságban. És nincsen másik út az üdvösségbe. Végül a negyedik pontunk, dicsekvés, kizárólag az Úrral. Az igehirdetés záró pontjában visszatérhetünk a kezdő gondolathoz. Vajon kié a döntő szerep abban, hogy én és te, Jézus Krisztus gyülekezetének tagjai, benne bízó, üdvözülő keresztjén emberekként élhetünk? Te vagy én lennénk ennek az eldöntői? Mi választottuk Jézus Krisztust a sokféle vallás és bölcs példakép közül? Vagy az Isten az, aki minden biztosít, aki magához hív, magához ölel, mi pedig boldogan igent mondhatunk az ő csodálatos társaságára és szeretetére? Nem mindegy, hogy mit gondolsz erről a kérdésről. Ha magadat tartod az életed urának és birtokosának, és azt képzeled és azt mondod magadban, hogy én voltam, aki Jézust elfogadtam, és ez az én jó döntésem volt, hadd mondjam el akkor neked őszintén, hogy sajnos egyelőre még nem ismered az élő Istent. És emiatt veszélyben vagy, mert itt ugyan az élet igéit hallhatod, az élet Krisztusának a lelkétől. De miután nem építesz az Isten erejére, hanem csak a sajátodra, előbb-utóbb le fogsz maradni. Nincsen az az emberi lelkesedés, nincsen az az elszánás, ami egy életen át mindig kitarthatna. Ehhez az Isten ereje kell. Ha viszont elismered és elfogadod, hogy keresztjén hited és lelki erőd az Isten ajándéka,
akkor már is biztonságban vagy a menny polgárai között. Akkor az életed hátralévő idejét az önféltés, az öntömjénezés helyett fordíthatod arra, hogy egyre inkább az élő Krisztus jelenlétére építs. Ezzel együtt a missziódat, az Istentől való küldetésedet is megtalálhatod és betöltheted. Mert ha az egész életedet Krisztus kezében látod, akkor az egész életeddel, mindennel, amit mondasz, amit gondolsz, amit teszel, Krisztus szeretetét, jelenlétét és hatalmát hirdeted. A te életed maga az ige hirdetés arról, hogy téged szeret az Isten. Ha te úgy gondolsz magadra, hogy az én életem annak a jele, hogy szeret az Isten. Ha az Úr Jézusnak a te életedben megtörtént tetteivel dicsekszel, ezzel mutatod fel másoknak is a menekülés, a boldogság, az értelmes élet egyetlen útját. Hiszen minden embernek meg kell térnie önmaga kényeztetéséből és bálványozásából az élő Krisztushoz. 2024 évelején erre hív az Isten. Építs rám az életedet, és akkor boldog lehetsz megfelelési kényszer és rettegés nélkül. Ha így élsz, azzal mutatott fel mások számára is az élet fájdalmaiból kivezető utat. Ne feledd nem egy életprogramra, feladatok teljesítésére vagy érdemek megszerzésére kaptál elhívást az Úrtól, hanem arra, hogy az Úr Jézussal, a te élő megváltóddal teljes életközösségben legyél, a Szentlélek valós jelenléte által. Krisztus, ami hitünk szerint most az Atya jobbján ül, mindaddig, amíg újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. De maga helyett szent lelkét küldte el a világba. Így olyan valóságosan van veled az Isten, mint amilyen valóságosan ott volt Jézus Krisztus földi élete idején a tanítványokkal. Az élő Isten valóságos jelenléte olyan dolog, ami igazán dicsekvésre méltó. Hirdesd hát Jézus Krisztus jelenlétét az életedben, minden lélegzetvételeddel, minden szavaddal és minden döntéseddel. Ámen. Válaszoljunk Urunk megszólító szavára a 833. dicséret 5. versével. 833. énekünk 5. versét énekeljük. Áldott Jézus, a földre jöttél, vállaltál, értünk, szörnyű kint. 833. dicséretünk 5. versét énekeljük. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Mindenható Istenünk, örökkévaló mennyei atyánk, hálás a szívünk azért, mert ma is a te végtelen szeretetedet ajánlottad a figyelmünkbe. Urunk, sokszor hallhatunk erről, és sokszor láthatjuk jeleit, de mégis olyan mélyen bennünk van az ősi emberi késztetés, hogy csak az a miénk, amit megérdemeltünk, és ami a miénk, azt úgy rontjuk el, ahogy van, hogy nagyon nehéz nekünk ezt újra és újra elfogadni és átélni, hogy nálad ez egészen másként működik. De hát éppen ez a lényeg, ez egy lényeget érintő különbség a te gondolkodásod és a miénk között. És ahogyan a metanoia kifejezés az értelmünk megújulását jelenti, hát éppen ezért fontos az, hogy a gondolataink ne maradjanak olyanok, mint amilyenek nélküled voltak. Így kiáltunk tehát hozzád, segíts, hogy tudjon a mi gondolkodásunk megújulni a felső és belső embernek a szentsége szerint. A szerint, ami a te döntésed, a te gondolkodásod velünk kapcsolatban. Így köszönjük meg, hogy ebben a templomban, a mai istentiszteleten egyetlen olyan ember sem volt, aki jobban megérdemelte volna, hogy itt legyen, mint bárki, aki körülötte ül. Így köszönjük meg, hogy figyelmeztettél bennünket arra, hogy egyikünk sem érdemel különb helyet, sem az egyházban, sem pedig az üdvösségben, mint amilyen helye a többieknek van. Köszönjük, hogy arra figyelmeztettél, hogy minden tőled jó, és ami velünk való kapcsolatot hordozza a jelenünkre és a jövőre nézve is mindazt, ami a számunkra jó. Köszönjük, hogy ez az istentisztelet is alkalmas volt arra, hogy veled találkozzunk. Kérünk, segíts, hogy soha ne tartsuk emberi előadásnak, vagy valaki erőlködésének mindazt, ami itt történik, még ha talán néha úgy is tűnne. Könyörögve kérünk, Urunk, irgalmasan segíts felül emelkedni mindezeken a dolgokon. Hogy hadd legyen minden egyes igeolvasás és gyülekezeti alkalom olyan, mint a szívnek a dobbanása, hogy új erőt adjon a mi számunkra tőled, hogy megtöltsön bennünket a te szeretetednek az oxigénjével, hogy le tudjuk tenni mindazt, ami eddig pedig fájt. Így köszönjük meg neked, hogy te valóban mindenkinél kimondhatatlanul megértőbb vagy az irányunkba. Hogy hozzád ezerszer is visszamehetünk ugyanazzal a fájdalommal, és meghallgatsz és felkarolsz. Köszönjük ugyanakkor, hogy nem akarsz meghagyni abban az elesettségben, amelybe magunkat nélküled kormányoztuk. Szeretnél abban segíteni, hogy veled már jó döntéseket hozzunk az életünkről. Kérünk add, hogy ezekhez a döntésekhez akkor is ragaszkodjunk, ha újra felébredő emberi szempontjaink abba kényszerítenének, hogy változtassuk meg, vonjuk vissza ezeket, mert emberileg ezek nem voltak jó döntések. Utóbb aztán mindig kiderül, hogy aki benned reménykedve él, azonban rajta a te áldásod, és boldog az az ember, akit te megáldasz. Könyörögve kérünk, hát segíts, hogy így tudjunk ragaszkodni a veled meghozott döntéseinkhez. Így tegyük teljessé gyülekezeti közösségünket, házasságunkat, családunkat. Így tegyük gyümölcsözővé és teljessé a mi szolgálatunkat, ki a magáét ebben a gyülekezetben. Hogy ne azt nézzük, hogy milyen más lehetőség lenne, és a sokkal jobb lenne, hanem hogy hadd tudjuk azt nézni, hogy mi az, ami van, és hogy tudjuk azt veled megtölteni. Így adunk hálát a gyülekezetünkért, és amit olyan sokszor üldöztetések, nehézségek ellenére is megtartottál. Szeretnénk abban a reménységben élni és itt lenni, hogy amikor mi már nem leszünk, akkor is lesz itt élő gyülekezet. Kérünk, segíts felismerni, hogy mi az, amit nekünk kell megtennünk, amit rajtunk keresztül akarsz elvégezni, hogy ne legyünk akadályai a te szereteted áradásának. Könyörögve kérünk, így áld meg a hétköznapi életünkben is, hogy tudjuk mindig azt úgy látni, mint ami a te kezedben van, és ez nem azt jelenti, hogy tökéletes és minden boldog benne, hanem azt jelenti, hogy akármi ér is bennünket, te mindig velünk vagy, és mindig támogatsz a te győztes jobboddal. Kérünk ad, hogy erre tudjunk mindig gondolni, mikor kétségbe esnénk, vagy elcsüggednénk. Kérünk áld meg a betegeinket gyógyulással, a fájó szívűeket vigasztalással. Add, hogy felismerjük ezeken a területeken a magunk küldetését, hogy jó vigasztalóid legyünk, akik a te szereteteddel és igéddel vigasztaljuk a fájó szívűeket. És közben a mi szívünk is gyógyul.
Könyörögve kérünk, így áld meg az új esztendőben gyülekezetünk szolgálatait is, a meglévő bibliaköröket, a kórusunk szolgálatát, az ifjúság körében végzett munkát, illetve az újonnan induló köröket, férfikört, női kört és presbiteri bibliaórát. Könyörögve kérünk ad, hogy mindezekben a te szíved, a te lelked hadd tudjon együtt dobbanni a miénkkel, hogy mi rád hangolódjunk és rád figyeljünk, hiszen te vagy az, aki teljessé tudsz tenni minket, a mi izzadásunkból, erőnkből, ami kitelt, azt már igyekeztünk megtenni. Köszönjük, hogy te sokkal többet akarsz adni ennek a közösségnek, mint amit eddig. Urunk, kérünk, jóságosan karolt tehát át gyülekezetünket és minnyájunkat benne. Kérünk, hogy áld meg magyar nemzetünket és testvérgyülekezetünk Nyárád magyarós közösségét, a kisújfalui testvéreket, és valamennyi magyar szélese világon. Kiáltunk hozzád azért is, hogy elhallgassanak a fegyverek, ma van az Urivi, illetve a Stucsiai áttörésnek a 81. évfordulója. Könyörögve kérünk, atyánk, irgalmazz, hogy magyar katonának soha ne kelljen háborúznia, és add, hogy az egész világ hadd tudjon a fegyverek szava helyett a békességben, a közösségben munkálkodni és arra építeni. A te lelked csodája adhatja meg ezt is, ezért kérjük tőled. Kérünk, add ugyanakkor, hogy mi egyéni életünkben is a békességet keressük, és ne a háborúságot, hiszen ezzel sokat tehetünk azért, hogy egy ország közvéleménye igent mond-e egy háborús belépésre, vagy éppen tartózkodik attól. Ebben nekünk is szerepünk van, és annak is, hogy hogyan neveljük a gyermekeinket, az unokáinkat. Kérünk, segíts, hogy agressziótól távol, békességgel, megnyugvással tehessük ezt. Áld meg a ittanoktatást, a konfirmációra készülést, kérünk, legyél minnyájunkkal. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé a dicsőség most és mind örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Együttérző szívvel hirdetem, hogy özvegy pap Károlyi Nagy Ibolya Dózsa György utcai testvérünk 81 esztendős korában elhunyt. Temetése jövő szombaton 20-án délelőtt 11 órakor lesz. Fájó szívű családtagjai számára Urunk vigasztalását kérjük. Emlékharangokat is hirdetek, melyek a feltámadás reménységét zengik a fájó szívek felé. Tegnap 13-án szólt három emlékvers Budai Lászlóné Szames Márta halálának a harmadik évfordulója. Holnap 15-én fog három emlékvers szólni Szente József halálának a 40. évfordulóján. 16-án kedden pedig 5 emlékvers fog szólni a Bálint, a Seffer, a Molnár és a Vajda család régebben elhunyt tagjai emlékére. Urunk, áldja meg elhunyt szeretteink emlékét, illetve mindazokat, akik őrájuk emlékeznek. Köszönettel hirdetem a héten érkezett adományokat, és Isten dicsőségére egy család 6000, egy özvegyasszony testvérünk 9000, temetőgondozásra egy család 10000 forintot ajánlott fel. Köszönjük a felajánlásokat és a persejekbe elhelyezett adományokat is, áldja meg az Úr a jókedvű és bőkező adakozókat. Ma délben ismét ételosztást tartunk. Szeretettel kérjük, hogy aki autóval érkezett és szívesen segít egy-két ételes doboznak az eljuttatásában az érintetteknek, az tegye meg, hogy az istentisztelet után a gyülekezeti terem konyhájában jelzi ezt a szándékát. Ez az ételosztás, ez nem a lelkipásztorok magánügye, hanem a gyülekezet szolgálata. Vannak olyanok, akik számára a segítségnek része az, hogy elvisszük számukra ezt az ételt. Ne felejtsük el, hogy itt sem arról van szó, hogy na kiszolgáltatják magukat, hanem arról van szó, amiről az ige szólt, hogy Jézus Krisztus úgy szolgál ki bennünket, hogy mi semmit se fogunk soha ebbe az életbe neki abból visszaadni, és mi az ő népe vagyunk. Tehát abban, ahogyan mi ezekben a helyzetekben helytállunk, abban például megmutathatjuk a világ számára, hogy mi egy olyan Istennek a szeretetében élünk, aki nem azért szeret minket, mert mi azt megszolgáltuk, hanem azért, mert úgy döntött. Úgyhogy szeretettel kérjük, akinek erre lehetősége van, elsősorban a tahi oldalt érinti, itt a faluban mi is természetesen fogunk vinni több adag ételt is, illetve a feleségem ennek a szervezője, ő munkálkodik ezen a területen, tehát
akinek esetleg erre van lehetősége, hogy egy-két doboz ételt letegyen útközben hazafelé a megadott címen, szeretettel kérjük, hogy ebben tessenek segíteni. Előre is köszönjük ezt a segítséget, illetve nagyon köszönjük az étel elkészítését két asszony testvérünknek. Szeretettel hirdetem, hogy az ökumenikus imahét alkalmai január 21-e és 28-a között kerülnek majd megrendezésre. Teljes hetünk lesz úgy, ahogyan ez lenni szokott, ugye a Covid összevisszaságot követően immár másodjára, és ez egy nagyon jó dolog. Vasárnap a Római Katolikus Templomban kezdünk, hétfőn itt a mi gyülekezeti termünkben, kedden a Baptista Imaházban, szerdán ismét a gyülekezeti teremben, csütörtökön a Baptista Imaházban, pénteken a Római Katolikus templomban, szombaton a mi gyülekezeti termünkben, illetve vasárnap itt a templomban lesz majd a záró alkalom. Az alkalmak 6 órától lesznek, és a záró alkalom pedig 5 órától, mert utána a baptista testvérek szervezésében készítenek, vagyis részt vehetünk egy szeretett vendégségen a tornacsarnokban, ahogy ez szintén sok-sok éve lenni szokott, tehát ez is lesz az idei évben is. Igen hirdetők a helyi közösségek lelkipásztorai, illetve Horváthegyi Olivér evangélikus lelkipásztor Szentendéről, ő is esztendők óta részt szokott venni már ezen az alkalmon, úgyhogy a gyülekezetünkhöz is tartozó evangélikus testvéreket különösen nagy szeretettel invitáljuk. Én a magam részéről egy kicsit az ő kedvükben is szeretnék járni, lévén, hogy nagyszülei részen az én családom is evangélikus, mármint az egyik oldalon, úgyhogy ezt én szívügyemnek érzem, hogy örömmel és szeretettel látjuk az evangélikus testvéreket, de amikor mód és lehetőség van, akkor hadd találkozzanak a szentendrei evangélikus kollégával is. Ő hétfőn fog egyébként itt a mi gyülekezeti termünkben igét hirdetni, tehát vasárnap 21-én a katolikus templomban kezdünk, és utána majd az alkalmak sora, ahogyan soroltam. Egyébként elvihető énekeskönyv méretű kis hirdetéseket készítettem, mind a három kiáratnál megtetszenek találni. Rajta van az összes időpont, hogy ki hirdet igét, hogy hová érdemes jönni. Várjuk nagy szeretettel a testvéreket, mert hogy ez azért van ez az alkalom, hogy közösségben legyünk, nem csak mi lelkipásztorok, hanem a közösségek. Végül az alkalmakat hirdetem, ma délután 2 órától imaórát tartunk, kedden 6 órától bibliaóra lesz, amelyen Péter második levelének a 3. fejezetét fogjuk folytatni. Szerdán 9 órától pedig a másik bibliaóránk tartja az összejövetelét, majd este 6-tól kóruspróba lesz. Pénteken 9 órától babamama kör, 4-től palántakör, 5-től konfirmációi felkészítő. 6 órától pénteken január 19-én évi első presbiteri gyűlésünket tartjuk, amelyre a meghívó a tárgysorozati pontokkal határoz, a törvény szerinti időre mindenkihez megérkezik írásban, ahogy ez lenni szokott. Sok mindent kell majd tennünk, hiszen ilyenkor ugye újonnan kell alakítani a bizottságokat is, illetve egyébként is névjegyzék, zárószámadás, költségvetés, és ezeket mindet meg kell tárgyalnunk, tehát 6 órától lesz ez a gyűlés most, és szeretettel várunk minden presbiter testvért rá. Ha Isten segít, akkor mához egy hétre 10 órától istentisztelet, vele párhuzamosan gyermekistentisztelet lesz, este 6 órakor pedig elkezdődik az ökumenikus imahét a Római Katolikus templomban. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünk pedig a 832. dicséretnek az első és a harmadik verse lesz, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. 832. énekünk első és harmadik verse, hát az üzenethez próbáltam ezt a két verset válogatni, ezentúl pedig szeretném kérni a testvéreket, hogy énekeljük el majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt is a 832. ének első és harmadik versét követően. Ennek az az oka, amit már az imádságban is mondtam, hogy 1943. január 12-e után, amikor ugye Urivnál törték át a honvédeink védvonalát, 2 nappal később délre a Strucsiai hídfőből is kitörtek, ez meg január 14-e, tehát ez a két áttörés adta tulajdonképpen a úgynevezett a donkanyari katasztrófát, és miután ez éppen vasárnapra esik, ezért gondoltam, hogy nem válik az kárunkra, hogyha elimádkozzuk a himnuszt, a nemzeti imánkat, nem lehet elégszer, ezen túl, akinek esetleg személyes érintettsége is van, az nyugodtan gondoljon hálás szívvel a hős elődök példájára, és imádkozzunk egyfolytában, és tegyünk egyfolytában azért, hogy soha többet ne kelljen háborúskodnia senkinek. 832. énekünk első és harmadik versét énekeljük, azután
után pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Köszönjük a közvetítést is, áldást kívánunk mindazok életére, akik a televízió vagy éppen egyéb képernyőn keresztül csatlakoztak a mai istentisztelethez. 832. énekünk első és harmadik versét énekeljük tehát.